Február még hagyományosan a disznóvágások és így a kolbásztöltések ideje. Évek óta ilyenkor szervezik meg a kolbásztöltő fesztivált is Kelementelkén. Az esemény versenyjellegű, leginkább cégek jelentkeznek azért, hogy egy napjuk a csapatépítés jegyében kolbásztöltéssel teljen. Harmadik alkalommal veszünk részt a Kelementelki Kolbásztöltő Fesztiválon. Mert nagyon szeretjük a hagyományőrzést, szeretjük a csapatépítés szellemét, szeretünk győzni és nyerni. Bár a végeredmény nagyon változó lehet, maga a folyamat majd mindenkinél ugyanaz. Hát leghamarabb a húst igaz, összevágjuk a kövérséget meg a rendes soványhúst, megfűszerezzük, általában szoktuk hagyni egy napot állni, de most igaz, erre nem volt idő, ledaráljuk vegyesen, utána pedig hagyományos nagymama ízlése szerint fűszerezzük, vagy pedig valamit újítunk rajta, ami érdekesebb, és ugyanakkor utána hozunk egy füstölőt, készítünk egy füstölőt, és egy picit megfüstöljük, úgy majd káposztalébe, disznózsíron el megsütjük, és úgy fogjuk a zsűri elé tálalni. Az alapanyag ugyanaz minden csapat esetén, így a kolbászok különlegességét leginkább a fűszerezés adja. A csapatok nem is bízzák a véletlenre, legtöbben többféle ízesítéssel készülnek. A nagymamánk finomságait idéző ízvilág mellett igazi különlegességek, ínyenségek is készülnek. Mindig változtattunk, általában három típusú kolbásszal szoktunk jelentkezni. Az idén medvehagymás, vargányagombás és diós kolbásszal jelentkeztünk versenyre. Mind a három különféle ízesítéssel van, hogy a zsűrinek legyen lehetősége választani a legjobb közül. Az egyik egy paprikás, a középső az most már ki van innen véve, és már fel is töltötték, ez a fokhagymás, és akkor van egy köményes. Egyszerűek, és nyilván, hogy benne van minden, ami kell, mindegyikben fokhagyma, meg só, meg minden, ami lényeges. Meg készül egy vastagabb és egy vékonyabb kolbász. A különlegesség az úgy érzem, hogy a jóban kell legyen, tehát hogy a minőségben. És az különböző aromák megadják nyilván, de mindig arra kell vigyázni, hogy ne üsse el egyik a másikat, hogy jó legyen a paprika mennyiség, meg jó legyen az arány. Igen, és ebben nem én vagyok az ügyes, hanem a feleségem, meg a hölgyek, itt a hátam mögötti személyzet. Míg legtöbben egy kolbász ízvilágára kíváncsiak, Kelementelkén volt olyan csapat, amely inkább a kolbászok küllemére fókuszált. Reklámgrafikai stúdióként arra megyünk, hogy nem biztos, hogy a legfinomabb kolbászt tudjuk készíteni, de a legszebbet az biztos, és a saját arculati színeinket visszük bele a történetbe. Készítünk egy zöld kolbászt és egy sárga kolbászt. Most készül itt a zöld, ami egy tök magolajas fokhagymás különlegesség, és majd egy másik, ami elő van készítve, az egy kurkumás, fokhagymás és sajtos kolbász lesz, a sárga testvére a kolbásznak. Ezek nekünk az arculati színeink, és erre megyünk, hogy valami különlegességet, kuriózumot készítsünk. Ez a célunknak a szlogenje is, hogy légy egyedi. Az az igazság, hogy mi úgy érzem, hogy az egyik legfiatalabb zsenge tagokból álló csapat vagyunk. Mindannyian most kísérletezünk, magunkra soha nem készítettünk még kolbászt, úgyhogy még nekünk is új, hogy kolbászt készítünk, úgyhogy számukra is egy kihívás, hogy mi lesz ennek a végeredmény. A versenyzők jól gondolták, a Kolbásztöltő Fesztivál szakavatott zsűrije sok mindent figyelembe vett, amikor értékelte az ízes falatokat. A zsűrinek a feladata az nagyon nehéz, hiszen rengetegféle dolgot kell itt értékeljünk. Ugye maga az állagát a kolbásznak, maga az ízvilágát, a technológiáját, a csapat hangulatát, tehát nagyon sok mindent, úgyhogy nem olyan egyszerű. Ahány ház, annyi szokás. Tehát, hogy én megpróbálom azokat a tényezőket szemügyre venni, hogy a nagymamáink ízei megtalálhatók-e kolbászban. Azt, amit annak idején ugye az asztalra tett elénk. A versenyzők és zsűritagok mellett a fesztivál a nagy közönség számára is nyitott volt. Sokan szurkolni, mások kolbászt kóstolni vagy szórakozni érkeztek Kelementelkére. Ennek több oka van. Első oka a hagyomány. Második oka pedig az, hogy a szüleim részt vesznek a Kolbásztöltő Fesztiválon, tehát szurkolóként is jöttem, kóstolóként is, úgyhogy
több mindent magába foglal ez a jelenlét. Meg a gyereket is kihoztuk egy kicsit a szabadba. Természetesen a nézelődőknek is volt véleményük arról, hogy milyen egy kolbász, amely akár megnyerheti a Kolbásztöltő Fesztivál legjobbja címet. A győztes kolbásznak mindenféleképpen valami különlegesnek kell lennie, nem lehet egy egészen hagyományos kolbász. Habár az is, ha jól el van készítve, nagyon finom tud lenni, de mivel ez egy vetélkedő, ezért egy picit több ízvilágot kell tartalmazni, mint egy átlagos hagyományos kolbász. A húsos, fűszeres csemegén túl a hagyományok és az ízek ünneplésére is szolgáltak kelementelki rendezvény, valamint arra, hogy bemutassák, egy jó kolbászhoz jó csapat is kell. A kolbászkészítés ugyanis közösségi tevékenység, amely során a résztvevők nem csak az élelmiszer előállításában vesznek részt, hanem együtt élvezik az egész folyamatot.